Sziasztok, köszöntünk mindenkit! VB tartalmakat gyártunk folyamatosan, hiszen itt a VB, a pénteki napon pedig Portugália-Spanyolország. Így van, sziasztok! Meg volt a nyitó meccs, sokkal jobb volt, mint amilyennek vártuk, vagy talán vártam én személy szerint. Most pedig jöjjön a csoportkör rangadója Portugália-Spanyolország. Én leszek Portugália, ha már a spanyolokat nem szeretem. Én pedig akkor leszek a spanyol válogatotta a kizárásos alapon. Fú, de rossz az a kékes szín. Fúj! Nem is láttam, hogy ilyen VB mezük van a spanyoloknak. Válts már te ezt! Ó, oh, sokkal jobb. Kösz. Most egyébként a videó majd az én általam mutatott képet fogjátok látni, tehát most azt nem látjuk, ahogy Juvefan beállítja saját csapatát. De egyébként azt nézem, hogy ez itt teljesen rendben van. Elmondod gyorsan a kezdődet? Hát még folyamatban van, úgyhogy nem tudom. Mit szóltál egyébként a nyitó meccshez? Úgy hallom, hogy nagyon élvezted. Meglepően jobb volt, mint amilyenre számítottam. Tehát én el is mondtam ugye a podcast adásunkban, hogy nem várok sokat attól a meccstől. Ilyen szempontból pozitív csalódás volt nekem. Pedig egyébként a... 7 másodpercünk van. Patricio, Cedric, Fonte, Pepe, Guerrero, Silva, Carvalho, másik Silva, Moutinho, João Mário, Ronaldo, ez lesz az én kezdő. Az enyémet pedig láttátok. Szóval ahhoz képest a mérkőzésnek a kommentátora nem volt elájúban mérkőzéstől, és hát a végén is eléggé unott hangon közölte, hogy mi történik. Hajdubi egyébként totál megfigyeltő, hogy nem olyan intenzitással közvetít, mint jó pár éve. Maximum az ilyen nagyobb meccseken tud ő is belelkesedni, de amúgy az NB1-es meccseken is szerintem borzasztóan unalmasan kommentál és egyhangú, lemondó stílusban. Én már nem nagyon élvezem az ő kommentárjait, pedig az egyik, hanem a legjobb magyarországi kommentár volt sokáig. Így van, tehát azt a minőséget, amit ő tudna hozni, azt nagyon sajnálom, hogy már nem hoz. Mert én is azt gondolom, hogy az ország egyik legjobb kommentátora volt az elmúlt 10-15 évben. Hát mondott egy ilyet például, képzeld el, nem tudom, hallottad, de amikor felmutatta a játékvezető a hosszabbítást jelző perceket, hogy 3, mármint nem azoknak a szám, nem azon játékosok száma, akik hiányoznak, hanem 3 perc a hosszabbítás. Tehát ilyen tök bugyuta random szövegeket bedob, és nem annyira élvezetes. Meg nem teszi izgalmassá azzal, hogy közvetít. Tehát nem, ahogy mondtad is, hogy nem lelkesedik sajnos. Na de kérdés, hogy holnap fogunk tudni lelkesedni mondjuk egy ilyen spanyol-portugál meccsért. Hát én ezt vártam ugye előzetesen a csoportkörnek a legjobban várt meccsének, de ugye itt időközben voltak egymás, ami történt, és hát ezzel azért nagyon sokat esett szerintem a spanyoloknak az esélye. Hát a végső győzelemre mindenképp, a továbbjutásra nem mondom, hogy nagyon, de most én innentől simán el tudom képzelni, mondjuk a portugálok, meglepik őket. Egy spanyol győzelmet vártam, de most már azt mondom, hogy inkább egy X-es meccs lesz ez, és még azt sem tudom kizártnak, hogyha Portugália mondjuk nyerne. Egyébként, hogyha azt vesszük, hogy mi történt, hogyha a spanyolok mégis képesek nyerni és hozni a papírformát, mármint szerintem is papírforma az, hogy mondjuk Spanyolország legyőzni Portugáliát, az szerintem adhat nekik egy akkora löketet, hogy elfelejtik ezt az egész edzőkérdéses hülyeséget, amit a spanyol szövetség meg a Real Madrid közösen összehozott itt Lopetegivel. Tehát az azért bizonyíthatja, hogy na azért csak tudunk focizni, meg csak összeáll ez a csapat, meg csak működik ez. Nagy kérdés lesz egyébként szerintem, bár... valahogy azért eldőltnek látom a kérdést, hogy mennyire akar Hierro belenyúlni az eddigi csapatba, mert ugye spanyolok... Nagyon nagy butaság lenne, így van, de hát ki tudja, hogy ő neki van egy más meglátása. Az például nem derült ki, számomra legalábbis nem derült ki, hogy melyik csatárral szeretne kezdeni... Silva. Melyik középcsatárral szeretne kezdeni majd Spanyolország. És egyébként érdekes, hogy Moratát nem vitték ki, pláne annak ismeretében, hogy milyen támadó játékosok vannak, mert mondjuk ott van egy Diego Costa, de hát hogy már régen nem az a név, akit szerintem első számú csatárként kellene emlegetni.
és most ez így nagyon érdekes lesz. Ugye láttuk azt is például a spanyoloktól, hogy játszottak úgy, hogy nem is volt csatárjuk elől, hanem egy középpályás, talán Iszkót, vagy nem is tudom, hogy kit toltak fel. A spanyol válogatottat, amelyik a 12-es EB-t játszotta végig 4-6-0-ás felállásban. Úgyhogy Fabregas volt a csatár. Hiába mondták itt, hogy milyen szép a tikitaka, szerintem az egy ugyanolyan gusztustalan foci volt, mint hogyha valaki bunker focival nyer VB-t, vagy EB-t, mert kvázi ez is egy, hát mondjam azt, hogy bunker foci, mert ugye elrejtették a labdát, passzolgattak, esélyesen volt az ellenfélnek, hogy labdához jusson, ők meg valahogy addig passzolgattak, míg egyszer hibázott az ellenfél, az gól. Úgyhogy én nekem innen is datálódik ez a spanyol utálatom, úgyhogy én nekem ez a tikitaka soha nem volt szimpatikus. Én egyébként szeretem összességében, mert még mindig jobb, mint egy full védekező dolog. Azt a... Nagyon laggolok egyébként közben, sajnos, teljesen le vagyok lassulva ahhoz képest, hogy mi történik, na talán most jó lesz. Úgyhogy nekem egyébként szimpatikus volt, de tényleg ez a kérdés, hogy most lesz-e csatár, hány csatár lesz, ki lesz élen. Hát nekem most sajnos játszhatatlan lett a FIFA, annyira elkezdtem laggolni. A laggolás mondjuk nem mutatja, csak az, hogy nem reagál időben. Egyébként, ami a FIFA-val kapcsolatban fontos lehet, jó, hogyha tudjátok, hogy amíg VB van, addig ingyenes a FIFA 18 PC-re. Tehát, hogyha még nincs meg, ki akarjátok próbálni, akkor most megtehetitek. Az Origin letöltése után fel lehet telepíteni a FIFA-t. És a másik, amit... mondom, nagyon le van, lassú van állom. A másik... meg az, ja igen, hogy most azzal, hogy jött a VB-s kiegészítő, sajnos egyébként a bugok száma is ismét megsokszorozódott, sajnos az EA-re jellemző ez, hogy kiadnak valamit, és több benne a lyuk, mint az ép rész, de nem véletlen az sem, hogy azt mondták, hogy akkor ez ingyenes lesz. Hát igen. És akkor eredményre nem is akarsz tippelni? Én azt mondanám most, egy-egy, igen. Most így első körben, de hogyha Ronaldo jó napot fog ki, meg mondjuk a portugálok védelme egybe lesz. Nem tudom, egyébként mondom. Ronaldo mostanában nem nagyon villantotta meg a tudását. Régen láttam olyan meccset, amire azt mondtam volna, hogy na ez igen, ezt Ronaldo ezt eldöntötte. Most klubfutballra gondolsz, vagy úgy összességében, vagy Minden. Egyébként nyilván klubfutball. Nyilván most akkor mondanám azt, hogy sajnos pont a Juventus ellen ugye a BL negyedben. Hát ez majd másfél hónapja volt. Hát elég régen, igen, de hát ott azért az ollózós gólja az úgy. Hát jó, ilyen szempontból azt is nézhetjük, hogy Bale is mekkorát ollózott a döntőben, aztán... Na jó, de azon a meccsen tényleg jól játszott. Vagy mondjuk ott van Benzema, aki tényleg azt hisz két gólt lőtt a BL döntőben, és nincs ott a francia keretben. Hát ugye neki volt egy balhéja a válogatottal kapcsolatban, ő ezért nincs ott a keretben már évek óta. Akkor is meglepőnek tűnhet, hogy ott vagy a BL döntőben és a VB-n meg nem. Bár az biztos, hogy a jelenlegi francia válogatott nem szorul Benzema segítségére. Tehát nem... Szerintem már a Real Madrid sem szorul. Igen, igen. Már így volna a francba, mert nem tartom egy ilyen jó csatára. Jöhetett volna a Debrecenbe. Hát még nem férne be ide sem. Azért megnéznék volna 3-4 évvel ezelőtt egy jó kulibali Benzema duót. Bár ők meg kioltották volna lehet egy más játékát. Hát igen, csak Benzema is olyan, ha nem kap labdát, akkor cseszett ez. Nikolic. Itt aztán várhatta volna a labdákat Szakálytól. Meg Holmantól. Na, de még egy kicsit visszatérve mondjuk a nyitó meccsre, ugye beszéltük itt a tegnapi podcast adásban, hogy kiemeltem Golovin. Mit szólsz, hogy egy gól, két gól passz a kis fiatal ruszki középpályást, aki a hírek szerint már egyre közelebb a Juventushoz egyébként. Szaúd-Arábiának még te is betaláltál volna, úgyhogy... Ne? Nyilván azért ez annyira nem mérvadó, de azért elég jó kis labdákat osztogatott. Tehát az első gólnál is szépen oda betette. Most az egy... Amikor nekifutott ott a labdának, akkor már egyből mondtam, hogy na ez gól lesz, ez tuti, hogy beakad.
látszott az, hogy van jó rugótechnikája, érti a labdarúgás művészetét. Nyilván majd kiderül hosszú távon, hogy ez csak ilyen fellángolás a részéről, mert azért sok olyan fiatal tehetséget láttunk, aki egy-két évig nagyon jól vihánckodott, aztán hirtelen eltűnt. De egyébként szimpi volt, tehát megértem azokat a csapatokat, akik gondolkoznak a leigazolásán. Nem tudom, a Juventus mellett még kijön szóba. Hát itt lehetett olvasni Manchester, Chelsea, Inter, ha jól tudom. Azért vannak nagyobb nevek. Közben kérdezem, hogy akar-e még neked? Nem, most a második félidő már egész jó. Tehát ott most azt csinálja, amit én mondok, hogy csináljon. Akkor most már bekapcsolom a monitort, és akkor játszom. Ja, persze. Akkor kellett volna erre gondolni, amikor még gyengén játszottam, aztán berámolni 3 gólt, mert így most... Hát nem, már nem adok esélyt. Már, mikor nem látok, hogy persze. Portugáloknak ki most az edzője? Nem, aki az EB-n is ott volt. A Fernando Santos. Ja, az a nyolc képű. Aki volt a görög ökszöt kapja is. Ja. Elképzelhető, és logikusnak tartanám. Viszont azért van abban jó dolog, hogy Lopetegit elküldték, nem? Hát így megmarad a veretlensége, tehát elmondhatja, hogy úgy távozott a válogatott téli. Úgy távozott, hogy nem kapott sosem. És 20 meccset játszott, és egyeneságon kijutott a csapatát a VB-re, tehát... Nem úgy van az. Azért Ronaldot így elnyomni. Hát, öreg már. Neki szerinted lesz még VB-je ezután? Mert ugye Messi-re mindig arról beszélünk, hogy... 34 éves, tehát... Én szerintem már most lekoccol Európából, innentől pedig már bőven lefele fogni kivezetni. Hoppá! Hoppá, bizony. Messi meg 33 vagy 32? Ő kettővel fiatalabb, nem? Valahogy úgy. Neki még lehet egy VB-je egyébként, csak... Hát csak ha most leszerepelnek, akkor megint picsogni fog és lemondja a válogatottságot. De ezt egyébként mondta is, hogy... Ja, volt szó korábban róla, igen. Meg már, hogy kétszer lemondta, hogy elég szánalmas ez a picsogás. Svédeknél csinálta ezt meg most Ibrahimovic, aztán nem is vitték el. Mondjuk ő hiányozni fog a EB-ről, hiába nem szeretem. Hát az EB-ről hiányozik. Vagy na, a VB-ről. Nehogy már itt 0-0 legyen az első ilyen kis fifás videó. Akkor hagyd, hogy belőjem. Nem, inkább felrúglak. Még azt se tudsz. Na, kapura lövök egyet. Már én itt rég megállítottam volna a meccset, hogy cseréljek, de nem megy ki. Nem megy ki a labda, na tessék. Akkor én is toltam egy 3-as cserét. Első labda érintés. Most állt be. Hoppá. Azt paszt egyébként milyen játékosnak tartod? Középszerűnek. Nem tartod válogatott szintűnek? Spanyol szinten szintűnek? Aki egy Celta Vigo-ban focizik, mert a Liverpoolban nem fért be,
az szerintem nem több, mint egy középszerű. Sőt, még talán a Sevillában is játszott, de ott sem tudott megragadni. Jó, de a Celta Vigo ide nem volt ilyen gyenge csapat. Hát de... Mi egy 8-9. helyezett spanyol csapat, az ugye az... Nehogy már jó legyen. És akkor te kit kezdetnél, hogyha a csatáról állnál fel? Csak nem Kostát. Nem tudom, ki van még ott? Costa, meg Aspas, meg Rodrigo? Rodrigo van, igen. Meg Vázquez. Meg Vázquez. Mondjuk ő nem csatár, inkább szélső. Hát igen. De játszották ott, és hát Rodrigo helyére cserélték be a legutóbbi edzőmeccsen. Hát sajnos fogalmam, talán Costát játszott, nem? Hát, de nem bír 90 percet Costa, az biztos. Miért? Hát nem öreg még ő. Hát nem, de hát nem nézted, hogy miket tud, tehát elfárad, nem bírja úgy. Ő inkább ilyen szupercsere lehet. Egyébként Rodrigo nem volt rossz, csak hát még annyira bizonyítani nem tudott hosszú távon. Úgyhogy fura nekem most ez a spanyol válogatott ilyen szempontból, annyira megjósolhatatlan az ő szereplésük. De egyébként Portugália is ilyen, tehát olvastam a te cikkedet is, meg ugye beszélgettünk róla, hogy hogyan látjuk azt, hogy milyen csapatok kerülhetnek oda a legjobb 4-be, illetve a legjobb 8-ba erő sorrend alapján, és Portugáliát nem nagyon tettük be az első 4-be, pedig EB győztesek. Nem tudom ez amúgy miért van, tehát nem olyan a keretük, vagy... Nagyon gyenge a védelmük. Szerintem az a kulcs. Meg nagyon Ronaldo kihelyezve. Á, az lesz. Ezt jól átcsúsztam. Na, nem lett lesz, de... Gyerünk előre az egyenlítésért! Közben csippant a kamera, lehet, hogy leállt a felvétel. Hát, ha leállt, akkor majd... Ez van. Én meg befagytam! Ó, mi maradt ki? Nem hiszem el. Tessék, itt egy laszti. Most úgy is lefújja. Na hát nálunk nyertek a spanyolok 1-0-ra, elég uncsi meccs volt, bocsi srácok. Hát lehet, hogy még jövünk majd egy-két ilyen videóval, mert fifázni szeretünk, a focit szeretjük, a VB-nek pedig várjuk a meccseit, úgyhogy pénteken Spanyolország-Portugália. Írjátok meg, hogy kinek szurkoltok, és hogy szerintetek milyen eredmény lesz a végére, aztán győzzön a jobb. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok! Sziasztok!